Teljes fertőtlenítés lesz, és vizsgálat is indul a Pesti úti idős otthonban. Már csaknem 200-an kapták el a vírust. A kiskunhalasi járványkórházban is járt Orbán Viktor miniszterelnök. Készen állnak egy nagy rohamra is. Magyar segítség a külhoni magyaroknak. Sorra érkeznek a védőfelszerelések a határon túli magyar közösségekhez. És az üres Szentpéter téren tartották a nagypénteki keresztutat. A koronavírus világszerte csendesebbé teszi a húsvétot. Ez a Híradó este 7:30-kor, az M1-en Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Katonák bevonásával teljes fertőtlenítést rendelt el az országos tiszti főorvos a Pesti úti idős otthonban, ahol már csaknem 200-an kapták el a fertőzést, 80 pedig elhunytak. Müller Cecília ma arról beszélt, hogy egy dolgozóé volt az első igazolt koronavírusos eset, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézményben nem volt megfelelő az orvosi ellátás, ami hozzájárulhatott a tömeges megbetegedéshez. Az országos tiszti főorvos azt is mondta, ellenőrizni fogják, hogy az idős otthont fenntartó fővárosi önkormányzat végrehajtja a tömeges fertőzések miatt bevezetett azonnali rendelkezéseket. Vegyvédelmi ruhába öltözött gázálarcos katonák jelentek meg szombat délelőtt a Pesti úti idős otthonnál. Az egész épületet alaposan fertőtlenítik, hogy megfékezzék a koronavírus terjedését. A Magyar Honvédség bevonásával egy nagyfokú fertőtlenítő nagy takarítás fog megkezdődni. Az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, a honvédség a járványügyi szabályoknak megfelelően sterilizálja az épületet, a munka napokig is eltarthat. A fővárosi önkormányzathoz tartozó otthonban elszabadult a járvány. 198-an fertőzöttek meg, 8-an elhunytak. Csütörtökön 126, szombaton pedig újabb 56 idős embert vittek kórházba. Három helyen, a Korányi Intézetben, a Bajcsi Zsilinszki és a Szent László kórházban ápolják a gondozottakat. Többségük jó állapotban van, senki sincs intenzív osztályon és lélegeztetőgépen. Az első igazolt eset egy dolgozó volt, de másképp is bekerülhetett a kórokozó az intézménybe, mivel súlyos hiányosságokat tártak fel a vizsgálatok. Nem volt elegendő védőfelszerelés és fertőtlenítőszer, az orvosok pedig jó ideje nem látták el a betegeket, még csak be sem mentek az otthonba. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy későn észlelték a fertőzéseket, csak azután, hogy már tömegessé váltak. Müller Cecília közölte, a mulasztások miatt vizsgálat indul, hogy kiderüljön, az idősek kaptak-e megfelelő egészségügyi ellátást. Jogszabály szerint napi 8 órában főállású orvost kellett volna alkalmazni az intézményben. Ellenőrzik továbbá majd azt is, hogy a fenntartó fővárosi önkormányzat végrehajtja-e az azonnali rendelkezéseket. Azt gondolom, hogy ezek nagyon minimum szintek, tehát ezeket békeidőben is teljesíteni kell. A járvány ideje alatt azonban fokozatosan és folyamatosan és erőteljesebben kell az ellátásra koncentrálni. Ez volt az egyik, amit ebben az otthonban is előírtam. Korábban értesültünk arról, hogy ezen a területen problémák voltak, visszamenőleg is ki fogom ezeket vizsgáltatni, vajon történt-e itt olyan hiba, ellátási zavar, ami az ideje korán történő felfedezést esetleg akadályozhatta. Müller Cecília csütörtökön személyesen ment el a Pesti úti otthonba, hogy felmérje a helyzet súlyosságát. Az intézmény vezetője ekkor már a kormányhivataltól is segítséget kért, mert a fővárosi önkormányzattól állítása szerint nem kapott. A bejáráson részt vett Karácsony Gergely helyettese, az egészségügyért felelős DK-s G. Németh Erzsébet, de még a tiszti főorvos előtt távozott, és az újságírói kérdésekre sem akart válaszolni. Miért nem tették meg a szükséges óvintézkedéseket időben? Minden óvintézkedést megtettünk. De mégis haltak meg emberek. Mit gondol erről? Nem érzi a saját felelősségét?
Karácsony Gergely napok óta igyekszik hárítani saját és a fővárosi önkormányzat felelősségét is. A főpolgármester a közösségi oldalán védekezik a felelősségét felvető állításokkal szemben, több bejegyzést és dokumentumot is megosztott, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy az idős otthonban történtekért a kormány és nem a fenntartó önkormányzata felelős. Döbbenetes, hogy a polgármester még mindig nem cselekszik, erről ír közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté ízléstelennek nevezte, hogy a főpolgármester menekül az egyenes kiállás és a felelősség elől. Hozzáteszi, az is ízléstelen, ahogy a balliberális média elkenik Karácsony Gergely felelősségét. Közben pedig a pesti úti idősekhez a fővárosi vezetők közül a lábát se tette be senki hetekig. Majd üzen is a főpolgármesternek, hogy ne arról beszéljen, szerinte ki mit nem csinált, hanem arról, hogy ő, akinek a dolga, mit tett. Szombaton az országos tisztifőorvos utasítására ellenőrzést tartott a budapesti kormányhivatal járványügyi hatósága is a pesti úti idős otthonban. A járványügyi hatóság emberei a korábban előírt járványügyi utasítások és a fenntartó önkormányzat számára előírt intézkedések végrehajtását ellenőrzik. A kormányhivatal dolgozói újabb védőeszközöket, sebészi maszkokat és fertőtlenítőszereket is vittek a helyszínre. Ellenőrzésük tapasztalatairól pedig az országos tisztifőorvosnak adnak jelent. A kormányhivatal az M1 kérdésére azt írta, az elmúlt napokban személyes jelenlétükkel is segítették az idős otthont, a fenntartó fővárosi önkormányzat munkatársaival azonban egyszer sem találkoztak. A budapesti Rózsa utcai otthon lakóiból 60 idős embernek lett pozitív a koronavírus tesztje, közölte a főpolgármesteri hivatal. Azt írták, 4 embernek vannak tünetei, őket kórházba szállították, a többiek jól vannak. Az intézmény a tisztifőorvossal egyeztetve szigorú karantén szabályokat vezetett be. 1310-re nőtt itthon a koronavírus fertőzöttek száma. 85-en meghaltak, 115-en viszont meggyógyultak a betegségből, és már csaknem 17.500 esetben rendeltek el házi karantént. De a hatóságok folyamatosan arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy aki teheti, maradjon otthon, csak így fékezhető meg a járvány. Európa legkorszerűbb járványkórházában járt Orbán Viktor. A Kiskunhalason kialakított betegellátó központ 2,5 hét alatt épült fel. A miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül látogatást tett a helyi kórházban is, ahol az intézmény vezetőivel a járványügyi védekezésről egyeztetett. Az újabb kórház ellenőrzésekről videókat töltöttek fel a kormányfő közösségi oldalára. Orbán Viktor ezek mellett felkeresett egy konténerüzemet, ahol az általában egyenruhákat varró női rabok most átálltak látogatói védőruhánk gyártására. Minden esetben kész fertőtlenítést, van-e valami panasz? Jobban vagyok, mint érdemlem. Előzetes bejelentés nélkül a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hónapfordulóján a kiskunhalasi Semmelweis kórházban tartott szemlét Orbán Viktor. Terült ki a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videóból. Jó bírja? Természetesen bírni kell. A miniszterelnök beszélgetett a személyzettel, majd a kórház orvos igazgatója tájékoztatta Orbán Viktort a kezelt betegek állapotáról. Ördög Csaba közölte, voltak, akik már meggyógyultak. A kormányfő megnézte az intézmény új sürgősségi betegellátó osztályát is, amit a fertőző osztályon alakítottak ki. Akkor ha jól értem, akkor ezek a covidosok, akik itt lesznek balra. Igen. Ezek külön részegük. 27 beteget tudok egyesével lezsilipelni. Akkor gyakorlatilag két járványkórházunk van, egy itt belül, egy 81-jal, egy megkint 150-nel. Orbán Viktor a Bács-Kiskun megyei városban felépített konténerkórházba is ellátogatott. Erről is látható egy videó a miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfőnek a munkálatokról Tóth Tamás vezérőrnagy, a büntetés végrehajtás országos parancsnoka tett jelentést. Az építkezésért felelős akciócsoport vezetője közölte, a kiskunhalasi mobil járványkórház rekordidő mindössze 2,5 hét alatt épült fel, és jelenleg nincs ennél modernebb ilyen típusú kórház egész Európában. Ha nagyon meghajtjuk, akkor 2,5 hét. 2,5 hét. És ha akarunk, akkor egy időben 8-10-et is fel tudunk építeni az országba. Megpróbáljuk, jelentem. Megtudjuk, ha ezt is megtudtuk. A tábornok körbevezette a miniszterelnököt, közben szólt arról, hogy a 150 ágyas épületben túlnyomásos zónák vannak kialakítva, hogy bentről ne tudjon vírus kijutni a szabadba. Megkőző. Hát így gondoltam én, hogy így kell kinézni, hogy
egy országos járvány olyan kell 8000 hely, akkor ilyenből kell annyi, hogy mindenkit el tudjuk helyezni, nem? A miniszterelnök a bejáráson azt mondta, most a járványok kora jön. Ez az első csak, amit most megtapasztalunk, de lesznek még ilyenek, kiemelte. Nem biztos, hogy mind ilyen nagy méretű kiterjedt lesz, mint a mostani, de lesznek járványok, ezért Magyarországnak kell a járványkórház. Újabb védőfelszerelések érkeztek Magyarországra, jelentette be közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Tegnap és ma összesen 5 repülőgép landolt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Fedélzetükön több mint 5 millió darab maszkot, 20 ezer tesztet és 5 ezer pár kesztyűt hoztak az egészségügyi dolgozóknak. A felszerelések Kínából és Dél-Koreából érkeztek. Ez a húsvét más lesz, mint amit megszoktunk. Erről beszélt Szent Királyi Alexandra a Kormányinfo Pluszban. A kormány szóvivő kiemelte, le kell mondanunk a nagycsaládi összejövetelekről, valamint a barátok és ismerősek locsolásáról is. Hangsúlyozta, mindenkit arra kérnek, hogy azokkal töltse az ünnepet, akikkel együtt lakik. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a rokonokat térjenek haza akár külföldről, vagy éljenek az országban, bármennyire is nehéz, most ne látogassuk meg. Felhívhatjuk őket telefonon, de ne találkozzunk velük, hiszen nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a koronavírust akár tünetmentes hordozóktól is elkaphatjuk, és mi magunk is ugyanígy továbbadhatjuk. Ahogy tehát hallhatták, a kormány szóvivő is arra kér mindenkit, hogy most húsvétkor kerüljük a nagy családi összejöveteleket. Mindenki lehetőleg azokkal ünnepeljen, akikkel együtt egyháztartásban lakik. És járványügyi szakemberek, orvosok is hetek óta arra kérnek bennünket, hogy csökkentsük a személyes találkozások számát. Egy hete már megmutattuk, hogy a Google internetes cég a telefonokról begyűjtött adatok alapján megvizsgálta Magyarországon is, hogy hogyan befolyásolták az emberek életét a járvány miatti korlátozások. A legfrissebb statisztika a február végi és április eleje közötti időszakot mutatja, ezt láthatják itt mögöttem. A magyar adatok alapján 29%-kal kevesebb időt töltenek az emberek a munkahelyükön. 27%-kal kevesebben járnak élelmiszerboltba, gyógyszertárba. 54%-kal kevesebben járnak egyéb boltba, éttermekben, plázákba. Ugyanakkor 20%-kal nőtt a parkok és kutyasétáltató helyek látogatottsága. És az is látszik az adatokból, itt a legvégén láthatják, hogy a vizsgált időszakban 8%-kal többen maradtak otthon. Ez országos adat, az egyes megyéket nézve vannak kisebb-nagyobb eltérések. Látszik tehát, hogy az emberek egy része próbál eleget tenni az otthonmaradásra szóló felhívásnak. A járvány lassításának szempontjából az lenne a legjobb, hogyha az otthonmaradók száma, tehát ez a plusz 8% még tovább nőne. Nézzük meg részletesebben az élelmiszerboltokról és gyógyszertárakról szóló görbét. Egy hete is mutattuk, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen értelemszerűen semmilyen vagy szinte semmilyen mozgás nem volt. Aztán az első korlátozások bejelentésekor elindult a vásárlási roham, csak úgy, mint a kijárási korlátozások bejelentése után, ez ugye március 27-én volt. Majd később a görbe kezdett kiegyensúlyozottá válni, ezt láthatják ott a végén, miután az emberek rájöttek, hogy nincs értelme az élelmiszer felhalmozásnak, nem lesz élelmiszerhiány. És mutatjuk a parkok látogatottságáról szóló görbét is. Itt egy hete 7%-os volt a csökkenés, a visszaesést főleg az jelentette, amikor március 20-a után visszatért a tél, de ahogy megjött a jó idő, visszament az átlagos szintre a parkok forgalma. A kijárási korlátozás életbelépése után 2 hete, tehát március 28-ától, itt március 29-e van feltüntetve, ismét volt egy jelentős csökkenés, azóta azonban folyamatosan emelkedik a görbe, ami nem jó, és ebben még nincs benne a mostani, tehát a húsvéti hosszú hétvége. Érződik, hogy sokan fáradnak, pedig továbbra is nagyon fontos lenne, hogy betartsuk a korlátozásokat. Eddig sikerült elkerülni, hogy berobbanjon a járvány, jó lenne, hogyha ez továbbra is így maradna. Szigorított a legtöbb önkormányzat a kijárási korlátozás szabályain, ha már szó volt a mostani húsvéti hosszú hétvégéről. Sok helyen a közösségi tereket, parkolókat zárták le teljesen a húsvét ünnepek idejére. Sokan ennek ellenére nem veszik komolyan a szabályozást. A rendőrök már 10 000-nél is több szabálysértési eljárást indítottak.
Nyoma sem volt az embereknek a győri Széchenyi téren szombat délelőtt. A közösségi terek többségét lezárták, a közelgő húsvétre is szinte alig emlékeztet valami. Üresek az utcák, és csak az mozdult ki, akinek halaszthatatlan dolga volt. Egyedül vagyok, gyerekeim nem laknak, én megoldom, ha most kerültem egyet, mert már gyöngék a lábaim, most volt infarktusom. Muszáj volt ki lejönni. A kijárási korlátozásokat csütörtökön határozatlan időre hosszabbította meg a kormány, a húsvéti ünnepek idejére pedig a polgármesterek tovább szigoríthatnak a szabályokon. Ez megtörtént Nagykanizsán is, ahol tereket és több parkolót is teljesen lezártak, és csak indokolt esetben engedték be az autókat a rendőrök. Azt mondják, a lakosok többségeit nem csak ismeri, hanem be is tartja a szabályokat. Lassan szokják meg az emberek, de most már úgy látom, hogy kezdik észrevenni azt, hogy mindenkinek saját érdeke, hogy otthon maradjon és vigyázzon az egészségére. Kiürült a helyi csónakázótó, szinte csak horgászokat találni, már pedig horgászni nem tilos a szabályozás szerint. Kicsit eljövök ide a szabad időmet, egy órát, másfelet eltöltök. Akteleken és Jósfafőn a játszótereket és a tűzrakó helyeket zárták le. Így szeretnék távol tartani a turistákat a veszélyhelyzet idején. Az elmúlt hetek tapasztalata az volt, hogy bizonyos helyeken azért csoportosultak az emberek, szóval nem tartották be a szabályokat, így aztán a döntés született arról, hogy bizonyos területeit lezárjuk a Nemzeti Parkigazgatóság vonyonkedrésében lévő területeknek. Budapesten is folyamatosan járőröztek szombaton a rendőrök, a Kopaszigátnál is, és továbbra sem büntettek, hanem figyelmeztettek. Mondták, hogy csak indokolt esetben szabad kijönni, tehát ezt ugye tudtam eddig is. A tapasztalatok szerint még mindig sokan nem tartják be a szabályokat. A rendőrség folyamatosan tervezi és szervezi a közterületi jelenlétet, és végrehajtja azokat a feladatokat, amelyek a kijárási korlátozással kapcsolatban a kormány rendelet az ő sávjába utalt be. Eddig már több mint 10 000 szabálysértés miatt kellett intézkedniük a rendőröknek. Az esetek több mint felében csak figyelmeztettek, de több mint 2 000 esetben bírságoltak, és legalább ugyanennyiszer tettek feljelentést. Számos korlátozó rendelkezést vezettek be a balatoni települések polgármesterei. Elmondható, hogy szinte az összes északi parti strandot lezárták, sok helyen a parkolók, sétányok is zárva tartanak. Most Badacsony-Tomajra kapcsolunk, ott van tudósítónk Ridavics Pál. Ott milyen intézkedéseket vezettek be, és ezek mennyire működnek? Jó estét kívánok! Badacsony-Tomaj város polgármestere a képviselőtestülettel egyetértésben olyan döntéseket hozott, hogy például a hátam mögött látható 71-es számú főútvonalról a település irányába minden egyes bekötő útra a hátam mögött is látható ellenőrzőpontot állítottak fel a helyi polgárőrök. Ugyanis 6 óra és 22 óra között Badacsony-Tomaj város közterületein csak az itt állandó lakóhelyen, illetve tartózkodási helyen rendelkezők tartózkodhatnak, illetve 6 óra és 22 óra között tilos az egyéni szabadidő sporttevékenység, a háziállatok sétáltatása, illetve például a szabadidős célú gyaloglás is, tehát gyakorlatilag ezeket a feladatokat, tehát ezeket a dolgokat nem lehet tartani, illetve szesztilalom is van jelen pillanatban a település közterületein. Ridavics Pálnak Badacsony-Tomajról nagyon szépen köszönjük. Egyre több országban kénytelenek bevezetni szigorúbb intézkedéseket a térségben a járvány megállítására. Törökországban 31 városban, köztük Isztambulban és Ankarában is vasárnap éjfélig teljes kijárási tilalmat rendeltek el. Ukrajnában, Kárpátalján pedig a helyi kormányzó rendelt el kijárási korlátozásokat szombat délután 1 órától hétfőn reggel 6-ig. Varsóban is szigorítottak, jövő csütörtöktől mindenkinek el kell takarni az orrát és a száját. Csehországban viszont már az enyhítések vannak soron. Újra kinyithatnak bizonyos boltok, és az utcán már nem kötelező a maszk viselése. Megérkeztek a magyar kormány első segélyszállítmányai Erdélybe. A következő hetekben több százezer maszkot, továbbá védőruhákat és teszteket is kapnak a határon túli magyar közösségek. Az RMDSZ kérésére a magyar kormány lehetővé tette, hogy a romániai kórházak is hozzájussanak egy nagyon fontos gyógyszerhez, amellyel sok helyen kezelik a fertőzötteket. Péntek este érkezett meg a magyar kormány első segélyszállítmánya Szatmárnémetibe. A csomagokban maszkok, védőruhák, tesztek és fertőtlenítőszerek is vannak. Ez egy óriási segítség az egész erdélyi magyar közösség részére, mert nagyon nehéz beszerezni
az egész világon, de Romániában aztán különösenképpen, hisz finoman fogalmazva akadoznak az ellátórendszerek, nem teljesítik a beszállítók a bevállaltakat az orvosi eszközök tekintetében, és itt sajnos szinte hogy több a fertőzött erdőben, mint egész Magyarországon. Nagyváradra 3 furgonnyi adomány érkezett, a védőeszközökből idős otthonokba, gyermekotthonokba és házi orvosi rendelőkbe is visznek. Azok az intézmények, amelyek a történelmi egyházainknál vannak, Caritas Katolikánál, vagy a Diakóni Alapítványnál, vagy a Baptista Közösségnél, vagy más civil szervezetnél, vagy önkormányzatainknál, így a legoperatívabban tudjuk ellátni védőfelszereléssel. Minden olyan dologgal, ami szükséges ahhoz, hogy védekezést tudjanak nyújtani az elsősorban idős rászorultaknak. Szombat reggel Székelyföldön is fogadhatták a magyar kormány segélyszállítmányát. A fertőtlenítőszert és védőfelszereléseket Hargita, Maros és Kovászna, azaz a 3 székelyföldi megye között osztják el. Minden magyar számíthat minden magyarra. Ez az adomány is ezt azt mutatja. Köszönjük a magyar kormánynak a hathatós támogatáspont, a jókor, a legjobbkor jött meg ez a szállítmány. Önkéntesek segítettek a rakodásban, Zilahon is. A teherautónyi segélyküldeményből a Szilágyság több településének is jut. A Zilai kórház is, ugye a Krasznai kórház, valamint a Szilágyi idősek otthona is megkapja ebből a részét. Külön köszönetet szeretnénk mondani Szijjártó Péter miniszter úrnak, aki ugye gondolt, és nem csak hogy gondolt, hanem tevékenykedett is, hiszen ebben az időszakban nagyon fontos, hogy ugye a sok beszéd mellett a tettek a legfontosabbak. Ilyenkor megmutatkozik az, hogyha figyelünk egymásra, mindig megtaláljuk a segítségnek a lehetőségét. Ezt Kelemen Hunor, RMDSZ elnök mondta, köszönetét fejezve ki a magyar kormánynak. Úgy fogalmazott, életmentő segély érkezik Magyarországról, a védőfelszerelések mellett ugyanis egy nagyon fontos gyógyszerhez is hozzájuthatnak a romániai kórházak. Kértük a magyar kormánytól, Szijjártó Péter külügyminiszter úrtól, hogy a hidroxiklorokin alapanyagú gyógyszert, amelyet Magyarország gyárt, Románia nem gyárt, az exporttilalmat töröljék el, és lehessen hozni Romániába. Ez megtörtént. Most már a romániai kórházakban is rendelkezésre áll ez a gyógyszer, amelyel sikeresen gyógyítottak több koronavírusos esetet. Az Erdélyivel egy időben a Mura vidékre is megérkezett a magyar kormány segélyszállítmánya. A Muraszombati kórház részére Horváth Ferenc kisebbségi politikus kért segítséget. Örülök annak, hogy a magyar kormány ebben a nehéz helyzetben is, és olyan jó kondícióban van, hogy ilyenkor sem felejti el a határon túli magyar közösségeket, nem felejti el a szomszédos országokat. Magyarország 600 ezer maszkot, továbbá védőruhákat és teszteket is küld a határon túli magyar közösségnek. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Mivel magunk tudjuk gyártani a maszkokat, ez megteremti a lehetőséget arra, hogy segítsünk azoknak is, akik nagy bajban vannak Magyarország környékén. Minden magyar felelős minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok túloldalán is támogatjuk, és támogatni fogjuk a jövőben is. Szijjártó Péter hozzátette, a következő hetekben is folyamatosan érkeznek egészségügyi szállítmányok Magyarországra. Magyarországon kívüli intézményi befektetőknek is szerepe lehetett a forint árfolyamának legutóbbi mozgásaiban. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint Soros György pénzügyi alapja is megpróbálhatták gyengíteni a magyar fizetőeszközt. A milliárdosnak nem csak a migráció kezelésével kapcsolatban van nézeteltérése a magyar kormánnyal, évtizedekkel ezelőtt az OTP-t is megpróbálta a befolyása alá vonni, de az akkor és azóta sem sikerült neki. 1994-ben került először komolyabban az OTP Soros György látókörébe. Akkor a Soros Alapítvány tőkéjét befektetve próbálta a bank 25%-át felvásárolni. A Nemzeti Bank akkori elnöke hangsúlyozta, nem helyesli, hogy az OTP-ben Soros György részvényeket vásároljon. Bot Péter Ákos úgy vélte, inkább szakmai befektetőt kellene bevonni. Azt gondolom, hogy az országos takarékpénztár, ha és amennyiben elveszti állami jellegét, akkor legjobb volna, hogy takarékpénztár jellegű stratégiai partnerre tenne szert, amelyik a lakásfinanszírozást, a helyi önkormányzatok finanszírozását oldaná meg elsősorban. A Hon kormány kormányhatározatban rögzítette, hogy az OTP nemzeti többségű, részben állami tulajdonban marad, és egyetlen részvénye sem juthat befolyásoló részesedéshez.
Barta Ferenc, a Horn kormány privatizációs biztosa annak idején úgy nyilatkozott, azért hiúsult meg az üzlet, mert Soros György a tulajdon részéért cserébe bele akart szólni az OTP vezetőtestületeinek összetételébe is. Olyan feltételeket támasztott a Soros úr, ami egyértelműen arra utalt, hogy ő nem, mint egy passzív intézményi befektető kíván ebbe az ügybe működni. Feltételt támasztott, hogy például az igazgatóság tagjait az ő egyetértésével nevezzük ki, javaslatot tett, hogy szervezzük át az OTP-t, meg akarta határozni, hogy az állam milyen mértékben maradjon benne. 4800 forintról a nap végéig 3855 forintra esett az OTP, ez közel 20%-os gyengülés, ami jóval nagyobb a megszokottnál. Soros György 2008. október 9-én ismét támadásba lendült, és ismét az OTP volt a célpontja. A milliárdos alapkezelője 390 ezer OTP részvényt dobott piacra a tőzsdezárása előtt. Így a bank papírjainak az árfolyama zuhanni kezdett. Az elemzők akkor egyetértettek abban, hogy Soros György keresni akart ezen az ügyleten. A részvények másnap visszavételre is kerültek, tehát hogyha ezt nézzük, akkor valószínűleg rövid távú haszonszerzés. Ezzel egyetlen nap alatt Soros György 12 évvel ezelőtt 675 ezer dollárt nyert, miközben a befektetők ugyanennyit vesztettek. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete akkor eljárást indított, és csak nem 500 millió forintra megbüntette a milliárdos alapkezelőjét. Ott volt a következő, ami inkább politikai jellegű manipuláció volt, és amely tulajdonképpen a mai napig tart, ugye ez a migránskrízis. A migránskrízis kitörése után politikai támadást indított Magyarország ellen Soros György. Erről beszélt az M1-nek Lánci Tamás. Akkor a milliárdos nem tudta elfogadni, hogy a kormány úgy döntött, nem fogad be migránsokat, és megvédi az ország határait az illegális bevándorlóktól. Lánci Tamás azt mondta, Soros György most megpróbálja kihasználni, hogy Magyarországot is érinti a koronavírus miatti kialakult világgazdasági válság. A politológus szerint a spekuláns a forint elleni támadásával megpróbálja a magyar pénzügypolitikát, a magyar pénzügyi mozgásteret beszűkíteni, sarokba szorítani a magyar kormányt. Ez most sokkal nehezebben megy, mint bármikor korábban, hiszen Magyarországot ez a válság, ez egy jó állapotban érte, tehát a magyar gazdaság jó állapotban van, alacsony a munkanélküliség, alacsony a költségvetési hiány, csökkenő pályán van az államadóság, ezért Soros Györgynek most nincs könnyű dolga. Valószínűleg egyébként nagyon sok pénzt áldoz per pillanat ennek a spekulációnak a felépítésére. Az elemző úgy fogalmazott, kérdés, hogy Soros György visszavonulót fúj-e, ugyanis a forint bár gyengült, de tartja magát. A gazdaság pedig a nehézségek ellenére is a lehetőségekhez képest még mindig jól teljesít. Rendhagyó módon ünneplik idén a húsvétot világszerte. A koronavírus járvány miatt a legtöbb országban bezártak a templomok, a hívők csak interneten követhetik a miséket. Különleges volt a nagypénteki Via Crucis, azaz a keresztút is, amit idén nem a római Kolosseumban, hanem az üres vatikáni Szentpéter téren tartottak. Az embereket mindenhol arra kérik, hogy maradjanak otthon, még úgy is, hogyha ez nehéz, hiszen húsvétkor hagyományosan együtt ünnepelnek a családok. A Vatikánban a kihalt Szentpéter téren elevenítették fel nagypénteken Krisztus szenvedésének 14 stációját. Évtizedek óta most először fordult elő, hogy a keresztutat nem a római Kolosseumnál tartották. A koronavírus járvány miatti elővigyázatosságból nem lehetett a megszokott helyszínen megszervezni a nagypéntek esti körmenetet, azon ugyanis hívők ezrei szoktak részt venni. A mostani rendhagyó Via Crucis a Szentpéter tér közepén álló obelisknél kezdődött, és a Szentpéter bazilika lépcsőjénél ért véget. A keresztet többen vitték felváltva, majd a keresztút végén Ferenc pápa vette kezébe a feszületet, de a hagyományoktól eltérően nem mondott beszédet. Betelefonált viszont az egyház fő nagypéntek délután az olasz közszolgálati televízió vallási műsorába. Ferenc pápa ott azt mondta, együtt érez a járvány betegeivel, átéli a világ fájdalmát. Mint fogalmazott, a remény nem oszlatja el a szenvedést, de segítséget nyújt. Ferenc pápa vasárnap délben a Róma városának és a világnak szóló Urbi et Orbi áldást a hívők nélküli bazilikából mondja majd el, és nem a megszokott lodzsáról. A Szentpéter téren ugyanis nem lesznek emberek. Olaszországban a korlátozó intézkedések miatt az ország lakói karanténban töltik az ünnepet. Bár a napokban valamelyest enyhült a járvány az országban, csökkent a napi halálozások száma, és kevesebben kerültek az intenzív osztályokra, Giuseppe Conte miniszterelnök május 3-áig meghosszabbította a járványügyi korlátozásokat.
Ez nagyon nehéz, de szükséges döntés. Ha most feladjuk, elveszítjük az eddigi eredményeket, nem kockáztathatunk meg több halálesetet, mondta az olasz kormányfő. Csendesen telik a húsvét Spanyolországban is. A járvány miatt bezártak a templomok, a hívők az interneten követhetik a szertartásokat. A rendőrség pedig fokozott ellenőrzéseket tart az utakon, hogy elejét vegyék az ilyenkor szokásos vendégjárásnak. A spanyol kormány is meghosszabbította az egészségügyi szükségállapotot. A korlátozó intézkedések április 26-áig érvényben maradnak. Biztató ugyanakkor, hogy az országban már napok óta egyre kevesebb áldozatot szed a koronavírus, szakemberek szerint ott is lassul a járvány terjedése. Szinte teljesen üres a londoni Hyde Park is, annak ellenére, hogy hamisítatlan késő tavaszi idő van húsvét hétvégéjén. A rendőrség drónokkal pásztázza a területet, és hazaküldenek mindenkit, aki éppen nem sportol. Sokat tettünk azért, hogy a fertőzés görbéje laposodjon, de a vírus továbbra is terjed, nekünk pedig ezt meg kell állítanunk. Ezért az embereknek most húsvétkor otthon kell maradniuk, mondta a brit egészségügyi miniszter. Jeruzsálemben is zárva vannak a templomok a hívők előtt, kihalt az óváros, a Szent Sír templomban is csak néhány ferences szerzetes vehet részt a húsvéti misén, amit azonban az interneten mindenki megnézhet. A Fülöp-szigeteken a katolikus hívők egy csoportja a kijárási tilalom ellenére idén is megkorbácsolta magát Manila utcáin. A város a koronavírus fertőzés miatt karantén alatt van, a hívők a bezárt templomok körül gyűlnek össze és imádkoznak. A világjárvány a nemzedékek közötti szolidaritásra tanít, és arra, hogy felelősek vagyunk egymásért, mondta Erdő Péter. A bíboros esztergom budapesti érsek húsvéti üzenetében kiemelte, a járvány arra is megtanít, hogy jobban megbecsüljük azokat, akiknek a munkáját a hétköznapokban alig vesszük észre, és akikre most különösen nagy teher hárul. Ilyen nehéz időben döbbenünk rá igazán, hogy mennyire fontos például az orvosok, az egészségügyi dolgozók, de akár a takarítóknak, a sofőröknek, az üzletekben az eladóknak, vagy a rendfenntartóknak a munkája. Nagyon sokan vannak, akiknek a mindennapi életben észre se vesszük, hogy mennyire fontosak, de mégis ilyenkor nyilvánvalóvá válik, hogy bizony az életünk nem folyhatna nélkülük. Becsüljük hát meg őket, becsüljük meg egymást, és igyekezzünk viszonozni is ezt. Az idei húsvétot végigkíséri a járvány miatti szorongás, mondta Bogárdi Szabó István az MT-nek. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke úgy fogalmazott, bár a legmélyebb okokat majd a járvány után fogja az emberiség meglátni. Ahhoz nem kell sok bölcsesség, hogy felismerjük, illúzió volt az emberiség hite, hogy uralja a világot. A világot megrázó válság radikális változásra kell késztessen, hogy a járvány elmúltával ne ott folytassuk az életünket, ahol a kitörése előtt abba hagytuk. Erről Fabinyi Tamás beszélt az MT-nek. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke azt mondta, ekkora pofont régen nem kapott a világ, és mind a társadalomnak, mind az egyháznak nagyon sokat kell tanulnia belőle. A járvány idején a közmédia kiemelten fontosnak tartja, hogy a korábbiaknál több vallási műsor legyen a televízióban és a rádióban. Több egyház is kezdeményezte, ezért elindult például a Napi Áhítat című műsor a Dunán és a Kossuth Rádióban. Emellett az MTVA továbbra is közvetít miséket és istentiszteleteket a televízió és rádió csatornákon. Most a családok otthon szűk körben emlékeznek arra, hogy a megváltó a kereszt halálát követő harmadik napon győzelmet aratott a halál fölött. A közmédia nézői azonban hallhatják az igét, és lélekben együtt imádkozhatnak az Isten tiszteletet vezető lelkipásztor segítségével. Arra buzdítjuk mindazokat, akik ezt nézik, hogy kapcsolódjanak be az éneklésbe, az igehallgatásba, az imádságokba. Készítsék elő az úrvacsorai jegyeket, és amikor erre a pillanatra sor kerül, ők is megfelelő módon vegyék magukhoz, és együtt, külön-külön családjainkban, de mégis együtt fohászkodjunk Istenhez, kérjük meg az ő kegyelmét, és dicsőítsük őt Jézus Krisztus feltámadásáért. A veszélyhelyzet idején különösen fontos, hogy az emberek ne veszítsék el a hitüket, és legyen egy kapocs a hívek és egyházuk között. Ez a kapocs a közmédia. Van egy mondás, hogy
épp testben, épp lélek lakik. Azt gondolom, hogy ez fordítva hatványozottan igaz, mert az egészséges lélek egészséges testet épít maga köré, és ennek érdekében ugye megnőtt az egyházak szerepe. És mivel ebben a helyzetben az elkülönülés a megoldás, ugye jön a közszolgálatnak a feladata, hogy a közmédia legyen az, amelyik összeköti az egyházakat a híveikkel, hogy az emberek lelke egészséges tudjon maradni. Az MTVA több misét és istentiszteletet közvetít a televízió és rádió csatornákon ebben az időszakban. Minden vasárnap van a Duna TV-n 9 órakor vagy szentmise, vagy istentisztelet, 11 órakor pedig a másik, tehát amelyik nem volt 9 órakor. A Kossuth Rádióban pedig 10 óra 4 perckor mindig római katolikus szentmisét közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióval közösen, 18 óra 2 perckor pedig mindig protestáns istentiszteletet közvetítünk. Több egyház kezdeményezésére egy új 10 perces műsor is indult napi áhítat címmel. Tovább folytatódnak az adománygyűjtések, civil kezdeményezések és önkéntes felajánlások a járványhelyzetben. Az összefogásban mindenki ott segít, ahol tud. Az egészségügyi dolgozóknak gyűjtenek, vagy időseknek vásárolnak be, esetleg a kutyáikat is sétáltatják. A húsvéti hosszú hétvége alatt is folyamatos a csomagok kiszállítása a Kecskeméti Gondoskodószolgálatnál. Az ott dolgozó önkéntesek bevásárolnak, postára mennek és a gyógyszereit is kiváltják azoknak, akik igénylik a segítséget. Gondoskodószolgálat Kecskemét. Március elején indult ez a kezdeményezés, amiben több civil szervezet és az önkormányzat is közreműködik. A kezdeményezés egyre népszerűbb, volt olyan nap, amikor 100-an is telefonáltak. Nem csak az időseknek nyújtjuk ezt a szolgáltatást, hanem ugye a gyermeküket egyedül nevelő szülők is igénybe vehetik, illetve ugye az egészségügyi dolgozók, valamint ugye akik fogyatékkal élők, illetve az ő családjaik számára is nyitott ez a szolgáltatás. Mézadományokat gyűjtünk az egészségügyben dolgozók számára. A makói méhészek az első vonalban dolgozóknak szeretnének segíteni önkéntes mézadományokkal. A gyűjtést nemrég kezdték, de már most rengeteg felajánlás érkezett a helyi méhészektől. Szombaton a helyi mentőállomásra szállították az első doboz mézet, később a rendőröknek és a katasztrófavédőknek is eljuttatják a felajánlásokat. Tekintettel arra, hogy a méz egy egészséges élelmiszer, az immunrendszert erősíti, ebben a kialakult járványügyi helyzetben kiemelt magas szerepe van, és szeretnénk, hogyha ez a folyamat egy hosszú folyamat lenne, ez a mézadomány tovább folytatódna, és minden illetékeshez el tudnánk juttatni ezeket a mézadományokat. Nyíregyházán tisztítószert, ecetet és gyümölcsöt vásároltak a fiatalok. Itt az egyik városrész gondnoka ajánlotta fel, hogy bárkinek bevásárol és házhoz szállítja az élelmiszereket. Naponta több idős házaspárt látnak el a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Nem az első esetben hozza nekem Gergő, és az utcában az összes fiatal felhányotta, hogy Zsuzsinének segít. Úgyhogy tényleg maximálisan azt mondom, hogy bízni kell a fiatalokba, és meg kell őket becsülni, és szeretni kell őket. Fogom, tessék átadni! Egerben az idősek és a veszélyeztetett csoportba tartozók házi állataira is gondoltak. A helyi kutyás egyesület app szolgálatot indított, vagyis bárkinek megsétáltatják a kutyáját, aki inkább biztonságban otthon maradna. A higiéniára kiemelten figyelnek, védőfelszerelést és fertőtlenítőt használnak. Kimondottan a veszélyeztetett kategóriába tartozó embereknek is igyekszünk segíteni, hogy a kutyusaikkal ugye meg tudjuk oldani ezt a dolgot. Jelenleg önkéntesünk van 60 fő Heves megyében, aki szíves A járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta számos civil szervezet, lakossági fórum és önkéntes csoportok segítik megkönnyíteni az egészségügyi dolgozók és az idős korosztály életét. Szinte mindenkinek másmilyen lesz az idei húsvét, mint korábban. A járvány miatt legtöbben csak a szűk családdal ünnepelnek. A menü szinte mindenütt a hagyományos sonka és tojás, de aki valami különlegesre vágyik, az az éttermektől is rendelhet, azok ugyanis idén kizárólag házhoz szállítással foglalkoznak. Töltött dagadó, hagyományos parasztsonka, házi kalács és házi készítésű sütemények. Ez a balatonszemesi nagymama ezekkel készül az idei húsvétra.
most csak a szűk család ünnepel együtt. Két gyerekem van, egyik az őszöde nem olyan nagyon messze, de azért betartjuk a karantént, ők is, mi is. A másikak velünk velem élnek, ők az AB-be vannak, én az A-ba, ők a B-be. Hát ővelük ugye elkerülhetetlen a találkozás, hála Istennek, és azért ővelük csak így szűken leszünk, négyen, öten. Főtt füstölt sonka, tojás és tavaszi friss zöldségek kerülnek az asztalra Békés Csabán is. A korábbi évekhez képest most csak kis adag, hiszen vendégeket nem várnak, és a locsolkodás is elmarad. Mivel, hogy van már egy unokám a fiammal, a vejemmel, mindig elindulunk locsolkodni, na most ez elmarad, emiatt a helyzet miatt, nem tudunk menni templomba se, de azt megnézzük tévébe, a locsolkodást itthon a lányokat meglocsoljuk, a sonkát ugyanúgy megfőztük, egy picivel kevesebbet, mivel hogy vendégek se jönnek. Évek óta készít hímes tojásokat új Éva. Ebben az évben azonban csak a szűk családnak, hiszen a rokonok az ország másik felében élnek, akikkel telefonon tartják a kapcsolatot. Remélem, hogy videóhívásokkal, telefonhívásokkal azért majd mindenkivel tudunk beszélni, és egy-egy jó kívánság elhangozhat a család minden tagjának. Beletömpjük azokat az ízanyagokat. Ez pedig már egy budapesti étterem, ahol ünnepi fogásokkal készülnek vendégeiknek, de idén csak házhoz szállítással. Egyetlen egy vendéglátóipari hely vagy étterem nem tud nyitva lenni, ezért mi is, mint mindenki más, vagy mint sokan, házhoz viszünk ételeket. Klasszikus, hagyományőrző ételek vannak túlsúlyban, sonka, főtt tojás, torma, de emellett báránysültet és mindenféle tavaszi immunerősítő salátákkal is készülünk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a stresszünket levezessük egy túllevéssel. Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Müller Cecília arról beszélt, hogy ebben a helyzetben sokan hajlamosak a stresszevésre, ezért mindenkit arra kért, hogy mértékkel fogyasszon az ünnepi fogásokból, és a nehezebb ételeket inkább reggelire egye. Egyenruhások is csatlakoztak a Maradj Otthon kampányhoz. A Katasztrófa Védelem, a NAV, a Honvédség és a Készenléti Rendőrség fúvós zenekarai 4 napon át spontán koncertekkel köszönték meg a fővárosiaknak, hogy otthon maradnak. Közben tovább tart a Maradj Otthon Fesztivál. Húsvét alatt is sok program várja az érdeklődőket. Megteltek a házak erkélyei és ablakai több helyen is a fővárosban. Innen figyelték a fúvós zenekarok előadásait a lakók. Hétfőtől csütörtökig 4 zenekar vonult ki az esti órákban egy-egy lakótelepre, hogy spontán koncerttel mondjanak köszönetet a fővárosiaknak, amiért otthon maradtak. A Pénzügyőr zenekar, a Katasztrófa Védelem központi zenekara, a Magyar Honvédség központi zenekara, majd a Készenléti Rendőrség zenekara lepte meg a közönséget. Egy hónappal ezelőtt Ruzsa Magdi Most élsz című slágerével kezdődött a Maradj Otthon kampány sorozat. Az énekesnő szombaton az Aréna koncertjének kulisszatitkaiba avatta be a nézőket. Ákos karantén koncertet adott, amit több ezren követtek a közösségi oldalon. Az ünnepi műsorban olyan dalok is elhangoznak majd, amiket eddig ritkán hallhatott a közönség. A következő napokban húsvét idejére, erre a hosszú hétvégére, és mondhatom azt, hogy a tavaszi szünetre is, jó néhány olyan zenei és nem zenei programmal készülünk az említett partnerek, sztárok, popsztárok, előadó művészek részvételével, ami azt gondolom, hogy az otthon töltött időt kellemesebbé, hasznosabbá teszi. Húsvét vasárnap az esti órákban Lovasi András jelentkezik majd kanapékoncerttel az otthonából. A szervezők emellett gyermekprogramokkal is készülnek a nézőknek. Bugyó és babóca, lakhelyük Tapolca. A legkisebbeknek zenél évek óta az Alma együttes is. Ők hétről hétre új videókkal jelentkeznek. A legeslegfontosabb üzenet az, hogy mindenkinek rengeteg türelemre lesz szüksége,
és ki kell bírni, és otthon kell maradni, akkor is otthon kell maradni, ha ő történetesen úgy érzi, hogy egészséges, és egyébként neki soha semmilyen baja nem lesz. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, nem kéne kipróbálni, tehát az élet se játék, de azt gondolom, hogy a legfontosabb a mások tisztelete. Hatalmas nagy sürgésforgás ébresztette Pupa falvát. A zenélés mellett mesével és főzési tanácsokkal is várják a rajongókat. Egy kis pupa, mint... Ma van a Magyar Költészet napja, amit 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplünk. Az idei költészetnapi programok a koronavírus járvány miatt rendhagyó módon zajlanak. A színházak és művelődési házak helyett a digitális tér adott helyet a programoknak. Kulturális szervezetek, művészek és közéleti személyiségek az internet segítségével közösségi oldalaikon szólnak az emberekhez. Olyan bolond vagy. Szaladsz, akar a reggeli szél. József Attila és a Magyar Költészet nagy alakjainak verseivel ünneplik a Magyar Költészet napját, online világszerte. A Magyar Versmondók Egyesülete ugyanis világméretű összefogást hirdetett április 11-ére. A verseket délelőtt 10 órakor kezdték el szavalni Budapesten, majd kapcsoltak a Felvidékre, Kaliforniába, de nem maradt ki Dél-Afrika és Ausztrália sem. Mit érzek? Mennyit, mekkorát? A Magyar Versmondók Egyesületének Facebook oldalán este 8 óráig folyamatosan kapcsolták a világ különböző pontjain élő magyarokat, azért, hogy elszavalhassák azt a verset, ami most a legkedvesebb nekik. Kezdtem ezt a verset én tavaly május elején. A kapcsolási szünetekben ismert előadók is felléptek kedvenceikkel, este 8 órától pedig az internetezők kívánságait teljesítik. A versmondók azt fogják szavalni, amit kérnek tőlük. Félretében mindent, amit eddig hagyományos eszközökkel megpróbáltunk megvalósítani, ha nem hozhatjuk el az embereket a költészethez, akkor vigyük el a költészetet oda, ahová egyébként igazán való, az emberek otthonában, méghozzá otthonról otthonra vándorolva, egyfajta vers stafétát képezve az emberek között, és egy olyan láncot alkossunk, ahol a világ magyarsága egymás kézenfogva, versekkel a kezében körbe tudja ölelni a földet. Bárhol járja a nagy világban, vagy otthon ülhetsz, barna buszszobádban. A Nemzeti Színház tagjai is betartják a szabályokat. Az otthonukban rögzítették Babits Mihály Esti kérdés című költeményét. A társulat 36 színésze vett részt az akcióban. Ami magyar nagypéntekünk évszázadok sora óta ezért nem tud húsütni. Videóhívással, rögzített felvételekkel és személyes telefonhívásokkal lepték meg leghűségesebb nézőiket a nagyváradi Szigligeti Színház tagjai. Szeretnének boldogságot vinni a nehéz hétköznapokba. Megpróbáljuk azt, hogy keressük a kapcsolatot így az otthonainkból, meg távolról is, a képernyők előtt ülve, azokkal a lelkes emberekkel, akiknek nagyon-nagyon hiányzik a színház, pontosan úgy, ahogyan nekünk is. Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, és neki szánok lombot és zenét. A Magyar Költészet napján idős emberek egyedülállva a kapujukban szavalják Juhász Gyula Húsvétra című versét. Varga Mihály pénzügyminiszter és országgyűlési képviselő ezzel a videóval köszönte meg közösségi oldalán az embereknek azt, hogy betartják a járvány elleni védekezés szabályait. Április 11. Húsvét nagyszombatja van, egyben a Magyar Költészet napja is. Húsvét ünnepét idén másként kényszerülünk megélni, csendesen, idősebb szeretteink távolétébe. Fontos, hogy tudassuk velük, ilyenkor is gondolunk rájuk, de igyekezzünk betartani azokat az előírásokat, amelyek őket védik. Tudassuk velük, hogy nincsenek egyedül, szeretnénk, ha minél hamarabb, minél gyorsabban találkozhatnánk majd velük. Áldott húsvét ünnepeket minden magyarnak! A Magyar Költészet napját 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Ezúttal a megszokottól teljesen eltérően. Kulturális szervezetek, művészek és közéleti személyiségek az internet segítségével közösségi oldalaikon szólnak az emberekhez.